Igazából megválaszoltátok a következő kérdést, ami arról szólt volna, hogy akkor most fizikailag tervezünk-e, vagy egy komplex jövőt, vagy komplex megoldást adjunk, ami benne van. Aztól kezdve, hogy milyen boltok, attól kezdve, hogy milyen embereket miképpen vonunk be. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos része a tervezésnek, és amikor majd kicsit fogok beszélni, és akkor egy kicsit ennek az igény oldalát szeretném egy kicsit erősebben alátámasztani. De azt szeretném, és ebben a blogban feltenni utolsó kérdésként, hogy megjelennek kívülről, számunkra kívülről nagyon sokszor különböző célok, amire egyébként meglehetősen sok pénzt is adnak különböző uniós és egyéb forrásokból, és ezeket a célokat ugye pontosan azért, mert hogy még adnak rá pénzt, és ezeket valamiképpen adaptáljuk, vagy adaptálnunk kell. Hogyan tudjuk úgy adaptálni, hogy ez jó is legyen, vagy ez mi ennek a dinamikája, mit gondoltok erről? Tehát például a klímastratégia, egyéb más uniós direktívákat, amiketnek meg kell jelenni a tervezésben. Hát ezeknek a felülről érkező céloknak az elvárására is kétféleképpen tekinthet a tervező. Egyrészt idegesít minket, hogy mondok egy nagyon konkrét példát, amikor a mostani területfejlesztési és településfejlesztési operatív program tervezésével foglalatoskodtunk, akkor egyrészt jók voltak azok a keretek, amiket az Unió, eleve az, hogy pénzünk van erre, mert nem biztos, hogy a magyar költségvetés akár területi szintű megyei fejlesztési programokra, akár települési fejlesztés ennyi pénzt adhatott volna, tehát egyrészt nyilvánvalóan jó. Ugyanakkor pedig nagyon-nagyon szigorú, szoros tematika mentén ad ezekhez a programokhoz forrást. Tehát ez egy nagyon erős, a mostani 2014-20-es időszakban az azt megelőzőkhöz képest egy nagyon szigorú tematika mentén ad pénzt. Ugye 11 darab célhoz kell forrást találni, de egyiket se hívják úgy, hogy városfejlesztés. Tehát ez innentől kezdve egy határozott kötöttséget irányt ad, és most akik mondjuk integrált városfejlesztési stratégiákat frissítgettek mostanában, vagy éppen városi programokat készítenek elő, őnekik nagyon intenzíven azokat a célokat kell adaptálniuk, amit mi valamelyest lefordítottunk az uniós 11 célt a magyar programokba, és a magyar programokból megvalósít. Ez egyébként önmagában szerintem nem baj, hogy vannak policy célok, mert pedig abból a szempontból is nagyon jó, hogy a területi és város fejlesztést és tervezést ágazatokhoz tudjunk jól kapcsolni, mert el kell akkor azon gondolkoznunk, hogyha hoppá, ha klímaváltozással probléma van, akkor ezt le kell fordítanom a városomnak a szintjére. Tehát ez önmagában nem baj. Sokkal nagyobb a baj viszont mégis, hogy ez egy ilyen külső erőforráson alapuló fejlődés, és akkor a tervezés is egy külső erőforrásra irányul. És ami, hát nem tudom, tizenhány évet foglalkoztam így ebbe a keretrendszerbe, ez egy nagyon káros dolog bizonyos szempontból. Jó többletforrásokat jelent, de az a gondolkodásmód, és ezt lehet, hogy a brit kollégáknak ez egy újszerű dolog lehet, mert itt az unió peremén jelentős részben például a közberuházásoknak 3/4-ét Európai Uniós forrásból valósítjuk meg. Következésképpen a városfejlesztésnek a forrásai is hasonló léptékben onnan jönnek. Az a baj, egy ilyen kívülről kapott forrásban és tartósan erre berendezkedett fejlesztési rendszerben a gazdaszerep, a felelősség az valahogy erősen háttérbe szorul. Tehát mondjuk azt, amikor mondjuk városaink azzal dicsekszenek, hogy mekkora uniós pénzt sikerült megszerezni egy fejlesztéshez, ezt ahhoz lehet egy picit hasonlítani, amikor a kamaszfiú azzal dicsekedik, hogy péntek este a barátnőmmel 20 000 forintot buliztam el az apám pénzéből. Tehát ez egy nem szerencsés dolog, úgyhogy én annak idején próbáltam is arra törekedni, hogy amennyire lehet ez decentralizálódjék, nyilván megadott tematikus keretek között, de valahogy mégis a felelősségébe kerüljön a városoknak, illetve akár a megyéknek. De ez a nagyon kívülről meghatározottság, én azt gondolom, tehát stratégiák szintjén ez nem egy rossz dolog. Nem rossz dolog, ha világossá válik, hogy helyben, térben történő fejlesztés, tervezés és cselekvés az annál sokkal magasabb politikáknak a adott esetben a legjobb érvényesítési eszköze. Ugyanakkor, hogyha ez egy ilyen szolgai
nem is szolgai, hanem inkább egy ilyen külső erőforrásra építkező fejlődéshez vezet, az nem egy, az nem a helyes út. Miközben teljesen egyetértek, egy-két hazai példát. Tehát Érd városa modern városok programjába bekerült. Így tök konkrétan tudok valamit mondani, mert dolgoztam nekik. Az a alpolgármester, aki úgy gondolta, hogy ezt a 42 milliárdot valami értelmesen próbálja felhasználni, megpróbált egyfajta jövőképfejlesztési koncepció mentén ezt a pénzt elhatározni, hogy hogy osztják el. Szerintetek ezt szerint osztották el? Nem. Nyilvánvalóan, mert ugye a különböző érdekeknek meg kellett adni a magukét. Te kapsz 7 milliót, mert a te utcádat le kell aszfaltozni, mert hát akkor nem szavazol rám, mert te a testületben mellettem vagy. És innentől kezdve ennek az egésznek semmi értelme nem volt, ilyen lazán hátra lehetett dobni. Ugyanakkor meg azt is látom, hogy az összes fejlesztési koncepció, amiről az előbb beszéltem, hogy mennyire szükséges lenne, szart nem ért már, bocsánat, mert az aztán nem volt más, mint egy olyan saláta, amit a erdélyi barátaim úgy hívták, hogy kolduló dokumentum. A megyei elnök meg azt mondta, hogy ez egy forrásszerző dokumentum. Így bekúrom a polcra, és akkor mindig mutogatom, hogy ott van benne, hát akkor adjatok ide. Tehát ez a hivatkozás című történet, azért ez egy nagyon farizeus történet, mert senki igazán nem nézi meg. Az egy más dolog, hogy ezen is rengeteget kellene dolgozni. Szaló Péterrel voltam kint akkor éppen Genfben, és Genfben elfogadott a magyar ország is egy olyan elképzelést, ami szerint haladunk, és ez abszolút nem került be a magyar közéletbe. Soha nem találkoztam, ott olvastam, akkor láttam, de aztán többet életben nem, és senki nem tudta, hogy mit kellene csinálni, és mit lehetne csinálni. Amikor ott is megint csak azt mondom, megjelent egy country profile típusú 30 ezer dollárt fizettek azért a különböző szakértőknek, hogy kidolgozzák, a lengyelek már a harmadikat gyártatják le, hogy hogyan és miként halad, mert borzasztó fontos lenne, hogy mi magunk a saját elképzeléseinken, ezekkel a külső szemüvegeken keresztül hogyan definiáljuk magunkat. Tehát nem követni kell ezt, hanem magunknak előállítani. Csak innentől kezdve jön aztán a kérdés, hogy ezt hogyan lehet tulajdonképpen valóban felhasználni megfelelően ezeket a pénzeket, de ez már egy másik történet, nem tartozik ide. Hát ugye itt a fizikai dizájn, illetve a funkcionális és a használat szerinti tervezés. Én ehhez annyit tudnék hozzátenni, hogy a MUT 50-es konferencián Kádár Bálint ugye azt állította, hogy az építészet az utóbbi 100 évben mindent, de minden formai lehetőséget feltárt, kitalált, megépített, bemutatott, nincs tovább. A csillagos égig eljutott az építészet. Na most ebből az állításból következően tulajdonképpen, hát persze nem ebből következik, de a mai város és a mai várostervezési gyakorlat progresszívebb trendjei, ugye amikről ma itt délelőtt azért elhangzott néhány minta és példaértékű előadás, látható, hogy a design típusú megközelítésen túllépve tulajdonképpen egyre nagyobb súlya és szerepe lesz a működőképes, ha úgy tetszik, funkcionalista, hatékony, stabil, fenntartható, és hogy mondjam, emberközpontú rendszerek, részrendszerek, közösségi, partnerségi együtteseknek a környezetének a tervezése. Tehát ez biztos, hogy ebbe az irányba megy el, mind az építészet, mind az urbanisztika nagyon sok vonatkozásban. Nyilván ez inkább az apró munka, azután a másik kérdés az, hogy a nagyobb léptékű tervezés, ahol ugye inkább az állami rendszerek vannak, ott még mindig dominál a fizikai tervezés, de én igazolni szeretném, amit a Géza mondott, hogy tulajdonképpen ugye ezek az Európai Uniós ajánlásszerű, irányelvszerű iniciatívák, azért végül is a magyar országos meg nagyobb léptékű tervekben transformálódnak, és ezeknek megjelenik a fizikai feltételének a biztosítása, a tent folyosóktól kezdve jó egy néhány dolog. Tehát ez azért mégiscsak egy normális és egy strukturált rendszer, ennyi.
Géza kért egy pillanatra szó. Bocsánat, egy dolgot, ha már ilyen szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt vannak a brit kollégáink velünk szembe, akkor én szeretnék nekik egy őszinte vallomást tenni, amit a Richardnak már a szünetben is megtettem, hogy itt Magyarországon a Lening nem is létezik. Tudnélik, nálunk a magyar nyelvben nem is létezik külön az, amit az angolok planningnek, designnak, engineeringnek mondnak, aminek nagyon különböző tartalmai vannak, mi arra egyetlen egy szót, we have one word, tervezés, és ezért óriási nagy keveredés és káosz van, tehát az, ami szerintem ilyen szempontból szerencsésebb országokban, a planning az egy szakma, a planner az egy szakma, nem építész, meg geográfus, meg elfajzott közgazdász, hanem van olyan, hogy planner vagy szociológus, hanem ahol létezik ez a szakma, hogy planning, ahol egy akadémiai tudományterület az, hogy planning, és az ember nem azzal küzdik, hogy akkor most szünetben is beszélgettem egy kollégával, hogy hol legyen nagy doktor a műszaki területen, vagy hol, mert hogy mindenhonnan kilóg. Szóval ez egy óriási nagy különbség ám nálunk, és ezért beszélgetünk állandóan arról, hogy most fizikai tervezés, ezt az angolok dizájnnak, vagy a műszaki részeit meg engineeringnek mondanák. Úgyhogy ez egy sajátos handicapnek nevezném, ami egyébként a szakma egységesülését is nehezíti. Lajos is mondta a dizájnt, és ne haragudjatok, mivel most rengeteg időm van olvasni, ezért utána olvastam. A dizájnnak egy új fogalma jelenik meg, amelyik alapvetően attól eltér, amit te most mondtál, meg tulajdonképpen a fizikai tervelésnél is ezt kvázi dizájnnak hívni. Alapvetően a dizájn logika az azt jelenti, hogy innentől kezdve nem a tárgy van a középpontban, hanem a használó. Tehát magyarán, ha úgy nézem, akkor az, amit te keresel, nekem az a fontos, hogy az itt élő lakó, a használó hogyan és milyen módon fogja a várost kvázi ergonómiailag jól érezni magát, és bocsánat, szarok a városra. A lakó a fontos, az az ember, az a species a lényeges, és annak a működésére kell valamilyen módon jó megoldani, és ez a design logika, bocs. Köszönöm szépen, én csak annyit tennék hozzá, hogy volt szerencsém Angliában is végezni, és ott egy évfolyamtársam eredendően a Canterbury Egyetemen elvégezte történész szakot, és akkor velem együtt a Leicesteri Egyetemen a várostörténetet, majd utána a Leedsi Egyetemen egy gyors talpalóval átment urban planningbe, és azóta egy nagyon jelentős angol városnak a helyettes várostervezője. Sosem kapott építész vagy hasonló képzés, semmilyet nem kapott, ő várostervező, és nagyon boldogan megvan ebben a szakmájában. Egyébként ír fiatal emberről van szó, és mindig elmondja neki, nagyon fura, hogy Angliában lakik, és miközben ő azért nagyon harcos ír, de ez csak a vicc kedvéért mondtam hozzá. Le is zárnám akkor ezt a szekciónak ezt a részét.